Juhász Bence világbajnoki bronzérmes, Európa-bajnoki ezüstérmes, többszörös magyar bajnok kalapácsvető. A 25 éves sportolónak 10 évvel ezelőtt fordult nagyot az élete. Szüleivel Jánoshalmáról Szombathelyre költözött, hogy az élvonalbeli atlétákat nevelő dobó esélyben bontakoztathassa ki tehetségét. A diszkoszvetésről és súlylökésről kalapácsvetésre váltott, amelyben évről évre komolyabb sikereket ért el. Első felnőtt érmét 2018-ban a berlini Európa-bajnokságon szerezte. Egy évre rá világbajnoki bronzérmes lett Dohában. A 2022-es év kiemelkedően sikeres volt számára. Júliusban a Eugene-i világbajnokságon túldobta a 80 méteres álomhatárt, és egyéni csúccsal az 5. helyen végzett. Ám egy hónappal később ezt is megdöntötte. 80 méter 92 cm-es új egyéni rekordjával a müncheni kontinens tornán a dobogó második fokára állhatott. Ez az ezüstérem különösen szépen csillog, hiszen komoly sérülés után visszatérve sikerült szintet lépnie. 2022-es összteljesítményének köszönhetően Halász Bence jelenleg harmadik a kalapácsvetők világranglistáján. Teljesítményéért a Magyar Atlétikai Szövetség elnöksége a felnőtt férfiak mezőnyében immár negyedszer választotta az év atlétájának. Edzői Németh Zsolt és Németh László szerint eredményeit jó fizikai képességei mellett annak köszönheti, hogy kifejezetten szereti a kemény edzéseket, s a lehetetlennek tűnő kihívások inspirálják leginkább. Így minden esélye megvan arra, hogy 2023-ban a budapesti atlétikai világbajnokságon is büszkévé tegye a hazai szurkolókat.